A megy az alma után a második legfontosabb gyümölcskultúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szezon előtt már jól látszott, hogy gyenge termés várható. A szüretelés hetében érkező viharok miatt azonban minden idők egyik leggyengébb mennyiségét hozhatja az időjárás miatti terméskiesés. Willy Apáti Ferenc, a Fruitweb alelnöke. Már szezon elején, vagy szezon előtt a prognózisok készítése során látszott, hogy az átlagosnál is gyengébb termésünk lesz. Ezt úgy kell venni, hogy az éves megytermés Magyarországon az 50 és a 100 ezer tonna között ingadozik. A sok éves átlag 70 ezer tonna körül van, és már a szezon kezdete előtt látszott, hogy a tavalyi nagy termésnél 30-40%-kal lesz gyengébb az idei termés, ami a sok éves átlag nál is egy 10-20%-kal alacsonyabb, ez megfelel egy 50-60 ezer tonna közötti termésszintnek, tehát a valaha szüretelt megy termés intervallum alján fog kikötni a végleges termés. A szezon előtti időjárási viszontagságok mellett a betakarítási időszakban is súlyos károk érték a termelőket. A legutóbbi viharok és jégesők több ezer tonna medgyet ráztak le a fákról, melynek következtében vannak, akik még az 50 ezer tonnás termésmennyiséget is teljesíthetetlennek tartják. Pontos kép erről nincs, kb. 3-4 hét múlva lehet összegezni az adatokat és a megytermés vonatkozásában egy pontosabb becslést adni. A megy az azért más, mint a kajszi és az alma, mert egy 6-7 hetes termék, tehát nagyon rövid a szezonja, és a magyar megytermésnek kb. 5-8%-a jut friss piaci formában a fogyasztók asztalára. A döntő részét, a fennmaradó részét azt befőttként, tehát a konzervipar hasznosítja, kisebb részét pedig a fagyasztóipar használja fel, tehát feldolgozott termékként, vagy fagyasztott megyként, vagy megy befőttként találkozunk vele a piacon, és a feldolgozott késztermékek esetében az árak változása, akár emelkedése, akár süllyedése több áttételen keresztül éppen ezért kisebb mértékben fejeződik ki a fogyasztói árakban, mint egy friss gyümölcs esetében. Az alacsonyabb termés és a gyenge kínálat miatt a megy felvásárlói ára így magasabb lett, mint a korábbi években. Azonban Lengyelországban tovább tart a szüreti időszak, így a végső felvásárlói és viszonteladói árakat az ottani mennyiségek és minőség is nagyban befolyásolhatja.